A mérés során egy izzólámpa feszültség áramerőség karakterisztikáját fogjuk megvizsgálni. A mérése szintén a multilab rendszert használjuk. Most az 1-es, illetve a 2-es pótra egy áramerősségmérőt, illetve egy feszültségmérőt kapcsoltam. A grafikont úgy kértem, hogy a vízszintes tengerre kerüljön az áramerősség, és a függőleges tengerre pedig a feszültség. Hát nézzük meg, induljon a mérés. Ennyi volt, és akkor lássuk a grafikont.